Hogyan segíts a párodnak felkelni a padlóról, a mélyből, hogyha valami miatt nehéz időszakot él meg? Szeretettel köszöntelek, Németh Erika vagyok, önismereti tréner. Minden kapcsolatban, legyen az párkapcsolat, baráti kapcsolat, szülői viszonylat, vagy munkahelyi kapcsolat, kollegális viszony, előfordulhat, hogy nehéz időszakot éltek meg. A nehéz időszak pedig általában úgy néz ki, hogy egyikőtök az valamiért padlóra került. Érzelmi, anyagi veszteségek miatt, azért, mert az ő figyelme abban az esetben valamilyen problémára ráfókuszált, kihegyeződött. Le is rajzoltam ezt, és kérlek, tekintsetek el attól, hogy most őt férfinak rajzoltam, őt meg nőnek. Itt abszolút nem akartam semmilyen jelentőséget adni ennek a dolognak, mert nem akarom azt sugallni, hogy a padlón a bélák szoktak lenni a férfiak, és hogy mindig a gizik azok, akik mentenek. Ez teljesen ugyanilyen arányban, ugyanilyen mértékben lehet fordítva is, úgyhogy egyszerűen csak rajzoltam figurákat. De akkor is azt ábrázoltam, hogy jelen esetben egy Béla padlót fogott, vagyis olyan élethelyzetben, olyan időszakában van, amikor valamilyen probléma eluralkodott az életében. Na most nagyon fontos, így önismereti csatornán, már biztosan tisztában vagy vele, hogy egy probléma mindig attól válik problémává, hogy hogyan gondolkodunk egy helyzetről. Valójában az életben nem problémák vannak, hanem helyzetek vannak és események. Na most Bélának most a gondolkodása az jelen pillanatban az őt körülvevő eseményekről és szituációkról úgy gondolkodik, hogy a számára bajos, problémás. Béla figyelme jelen esetben valamilyen veszteségen, valamilyen veszélyen, vagy valamilyen hiányon van. Ezért természetesen egy ilyen hiányállapotba kerül, valamilyen veszteséges állapotba kerül, és ez ő rajta elhatalmasodva egy ilyen szenvedéses, fájdalommal teli időszakot jelent. Tehát tulajdonképpen Bélánk hiányban van. Bélánk gondolkodása jelen pillanatban negatív. A negatív nem azt jelenti, hogy gonosz, hanem azt jelenti, hogy mínuszos. A mínuszos gondolkodás pedig azt jelenti, amit az előbb is mondtam, hogy hiányra fókuszál, veszteségre. Ugye ezek mínuszok, bajra fókuszál, valamilyen problémára, valamilyen rosszra. Így Bélánknak nem csak a gondolkodása lesz egy idő után negatív, mínuszos, hanem tulajdonképpen a kedve is, ötlet hiánya is lesz, a hangulata is elkezd lenullázódni, és bizony fáradtnak is fogja magát érezni. Mindenképpen egy, röviden szólva, energiahiányos állapotba kerül. Nos, amikor ő energiahiányos, akkor nyilvánvalóan a hétköznapi működésében is ez ki fog vetülni, úgyhogy Bélánk minél energiahiányosabb, minél problémásabb időszakát éli, annál biztosabb, hogy kritikus lesz, mogorva lesz, beszólogatós lesz, és olyan dolgokat fog szóvá tenni gizin is, meg gizi működésében is, amiket talán korábban egyáltalán nem jegyzett volna meg, vagy legalábbis negatív hangnemmel nem. Bélával nagyon nehéz együtt élni ebben a pillanatban, hiszen Béla kritikus és mogorva, és beszólásai vannak, és hát mivel fáradékony és nem nagyon tudja élvezni az életet, ezért igazából Bélával most nem jó Gizinek. Gizi természetesen szereti Bélát. Hát hogy ne szeretni? Hát együtt élnek már vagy 120 éve, és minden rezdülését ismeri Bélának, és igazából ők ketten nagyon jó párost alkotnak. Hát Gizi mindenképpen aggodalommal figyeli Béla mély repülését. És mivel ekkora szeretet van Gizi részéről közöttük, ezért Gizi mindenképpen segíteni szeretne Bélának. Csak hogy nem tudja, bár ismeri százvalahány éve, nem tudja, hogy hogyan segíthetne Bélám. Nézzük meg, hogy hogyan szoktak próbálkozni ilyenkor a gizik, azok, akik alapvetően egyébként éppen nem problémát élnek meg, hanem mondjuk még jó kedvük is van, és éppen szárnyaló időszakukat élik. Gizi ebben a pillanatban a hangulatát tekintve sokkal magasabb állapotban van, mint Béla, mert Béla pedig itt, ahogy mutattam, ül a gödre a pokla mélyén, és éppen szenved energiahiányosan. A legtöbben ilyenkor a következőt teszik Gizi helyében. Leszólnak Bélának.
Jaj, Béla, mit szomorkodsz itt annyit? Ne legyél már ilyen negatív, gyere, csináljál már valamit. Most gondold végig. Béla egyre szúrósabb tekintettel fogja figyelni Gizit. Hát az, hogy Gizi innen felülről egy legyintéssel lesöpörte Béla problémáját a színről, ez Béla szemében azt jelenti, hogy Gizi szó szerint felülről lekommunikálta, vagyis Béla azt fogja megélni Gizi kommunikációjában, hogy az ő problémája az igazából nem is egy valós probléma, ez egy lekicsinylő dolog, sőt, Béla azt éli meg, hogy Gizi szemében ő piszok rosszul csinál valamit. Zárójelbe hadd jegyezzem meg, hogy Béla valóban rosszul csinál valamit, de ennek nincs tudatában. Tehát ez nem róható föl jelen pillanatban Bélának. Bélának nincs szándékában önmagának rosszat csinálni, csak ő még azt nem látja, hogy mivel okozza magának a problémát, és azt sem látja, hogy mi lehetne erre a megoldás. Tehát Béla nem másokhoz képest csinál valamit rosszul, hanem Béla önmagához képest működik most rosszul, vagyis rosszul érzi magát, rosszul éli meg önmagát. Zárójelbe zárva. Ha Gizi innen magasról lekommunikál Bélának, jaj, Béla, ne legyél már olyan negatív, csináljál már valamit, hát nem lehet ezt így, ahogy most vagy, gyere, csináljunk valamit, olyan szép az élet. Bélának, mivel az előbb elmondtam, ez nagyon-nagyon negatív üzenetet fog jelenteni, ezért elképzelhető, hogy Béla kritikusan és mogorván beszól majd Gizinek. És ebből egy vita fog elindulni, hiszen Gizi nem akart rosszat. Mégis kapott egy mogorva beszólást Bélától. Ezzel Gizi is le fog kerülni a padlóra, de nem tudatosan. És most már a padlón két negatív ember, két hiányban lévő ember fogja egymást kaszabolni, és lesz ebből egy jókora párkapcsolati hajcihő. Ez így nehezen fog működni. Mást kellene csinálni, mást volna érdemes csinálni, próbáld meg azt, amit most javaslok neked. Hát, ha sikerül. Elképzelhető, hogy nem, de mindenképpen megér néhány példát, és hogyha megérted a dolognak a működését, akkor még az is lehet, hogy tök jó dolgokat fogsz tudni elérni vele kettőtök között. Ahhoz, hogy Bélát föl tud hozni innen a padlóról, az a helyzet, hogy neked kell lemásznod. Azért neked kell lemásznod, mielőtt megkérdeznétek, hogy miért már megint nektek kell lemászni, azért neked kell lemászni, mert te innen magasról jól látod a padlót. És azt is látod, hogy mi van a padló fölött, mivel lehetőségek vannak itt. Tehát te innen magasról sokkal nagyobb látószögben tudsz működni, szemlélődni, megoldást keresni, mint Bélánk innen a gödör mélyéről, hiszen ő mit lát itt? Látja a padlót, és látja a gödör falait. Ezt mindet te is. De miközben te látod a széles horizontot megoldásokkal, lehetőségekkel együtt, Bélá elől ez mind zárva marad. Tehát neked kell lemásznod ide. Ráadásul te fogod is tudni, hogy hova lépsz. Létesítünk ide egy kötelet, és ezen a kötélen le kell másznod Bélához. Ez mit is jelent a valóságban? Az, hogy lemászol Bélához, valójában azt jelenti, hogy megfigyeled őt, és megkérdezed, hogy miben van ő benne. Béla, mi bánt? Mi történt? Ha Béla akar válaszolni, akkor nagyon király. Azonban ismerjük a férfiakat, és végül is most van is jelentőség, hogy Bélát rajzoltam a padlóra, nem minden férfi akarja megosztani Gizivel azt, hogy mi miatt is került padlóra. Nem tartja mindezt férfiasnak, úgy érezni, hogy ő ettől most gyenge, ha bevallja a nőnek azt, hogy ő bizony nem tud valamit megoldani, ezért első blikre a legtöbb férfi nem fog válaszolni arra a kérdésre, hogy de mi a baj, Béla, mi történt? Tedd föl nyugodtan ezt a kérdést azonban, és mondd, hogy Béla, én bármiben nagyon szívesen figyelek rád, és ha akarod, elmondod akkor, amikor te szeretnéd, én nyitott leszek rá. És hagyd, hogy majd magától megérjen benne a közlési szándék. Hagyd békén Béládat. Tedd a dolgodat. Amikor Bélád úgy dönt, hogy mégiscsak válaszol a kérdésre, és elmondja, hogy miben van benne,
akkor maradj itt lent vele. Hallgass és figyelj. Ne minősítsd, és ne akard megoldani a problémáját, hanem egyszerűen érezz együtt vele. És mondj valami ilyesmit. Megértem. A helyedben én is nagyon rosszul érezném magam. Igen, nem csodálom, hogy ilyen gondolataid lettek. Nem csodálom, hogy ezek az érzéseid. Igen, tényleg hülye a főnököd. Igen, tényleg úgy tűnik, mintha összeesküdött volna a világ ellened. Megértelek. Ebben a pillanatban ugyanis te átérzed nagy nyitottságodban és figyelmedben mindazt, amit Béla közvetít. De, mivel tudatosan jöttél le ide mellé, és nem lezuhantál, mivel tudatosan álltál ide mellé, ezért valójában egy tudatos figyelemmel és tudatos együttérzéssel vagy felé, vagyis megőrizted közben önmagadat is. Meghallgatod, megérted és együttérzel vele, ebben a pillanatban Béla is megérzi azt, hogy bízhat benned. Megérzi azt, hogy segítő jobbot nyújtottál. És innentől kezdve elkezdhetsz vele együtt fölfelé lépdelni a kötélen. Az, hogy fölfelé lépdelsz a kötélen, az pedig azt jelenti, például, hogy azt mondod neki. Nagyon megértelek, én is így éreznék, ahogy te. De figyelj csak, mi lenne, hogyha utána néznénk annak, hogy... vagy... figyelj csak, Béla, és mi lenne, hogyha végig gondolnánk azt, hogy? Tehát kezdjél el apró lépésekben lehetőségeket és új nézőpontokat megvilágítani Béla előtt. De nem innen magasról, mintha már előre tudtad volna a megoldást, hanem úgy világítsad meg ezeket a nézőpontokat, mintha most itt, vele együtt találnád ki, számodra is új lehetőségként, új ötletként, új nézőpontként. Hogy ő is azt érzékelje, hogy tökéletes párosításban, egymással, szövetségben lépdeltek föl, és kezditek a problémát megoldani, lehetőségek felé terelni a figyelmeteket, és építővé tenni a kapcsolatot. Ebben az esetben lépésről lépésre fölhozható Béla. Próbáld ki! De itt még nem zárnám le a videót, mert ez egy önismereti videó, és nagyon fontos, hogy két dologban legyél önmagaddal őszinte, és legyél magaddal tisztában. Az egyik. Miért akarsz Bélának segíteni? Azt fogod válaszolni erre, hogy mert nagyon szereted. Hát persze, hogy nagyon szereted. Ezt nem kérdőjelezem meg. De valójában nem is Bélának akarsz segíteni, hanem te magadnak, egészen pontosan, kettőtöknek akarsz segíteni. Nem csak az vezet, hogy Béla jöjjön föl, hanem az vezet, hogy azért jöjjön már föl Béla, mert akkor tudod jól érezni magad vele. Hát borzasztóan érzed magad egy olyan Bélával, aki valójában a föld alatt 50 méterrel csücsül. Tehát nem csak Bélán akarsz segíteni önzetlenül, hanem valójában őszintén önmagadhoz, te kettőtökön akarsz segíteni, egy olyan szövetségen, aminek te ugyanúgy részese vagy. Te magadon is akarsz segíteni, a saját érdekedben is akarsz Bélán emelni. Ez az egyik, ami nagyon fontos. Ebből viszont következik az, hogy nyilvánvalóan addig fogsz tudni emelni Bélán, amíg ezt te tudod csinálni, amíg ezt a te gondolkodásodnak, a te egódnak megéri csinálni. Mert hogyha őszintén elgondolkodunk, és merünk önmagunkkal, már pedig ez egy önismereti csatorna, merjünk önmagunkkal őszinték lenni, akkor egészen biztos, hogy meg fog fordulni ennek a személynek a fejében, hogy oké, fölhozom én Bélát, ha kell, nagyon sokszor. De meddig? De meddig tart ez az időszak? Hol van az a határ időben, tettekben, bármiben, energiában, figyelemben, ameddig neki dolgoznia kell azon, hogy Bélát nap mint nap fölhozza maga mellé? Van határ, és mindenkinek lesz határa ebben. Itt pedig a következőt kell látni és érteni. Gizi lehet, hogy nagyon klasszul van, és tele van energiával, és jó a hangulata. De az a nap, amikor Béláért le kell jönnie, és föl kell vinni Bélát, az a nap Gizi számára sem emelkedős nap.
Nem felfelé építkezik a kapcsolat akkor, hanem Gizinek rengeteg energiát kell abba ölnie, hogy mínuszba le kell mennie, és nullára föl kell hoznia a kapcsolatot. Mínuszból nullára. Ahelyett, hogy a kapcsolatot nulláról építeni ugyanezzel az energiával. Ha ezt hetente többször kell megtennie Gizinek, ha ezt naponta többször kell megtennie ennek a félnek, akkor Gizellánk el fog fáradni debitangul, és már akkor ketten lesznek itt a gödör alján. Gizinek egyedül nem felelőssége Bélát nap mint nap fölemelni ide. Gizi nem kérhető számon egy idő után, ugyanis senkit nem lehet fölhozni a szakadékból, a mélyből, a poklából úgy, ha ő nem akar talpra állni. Ezért, ha ő nem akar magáért tenni, akkor Gizi kevés lesz. És ebben az értelemben, ha ő nem akar magáért tenni, Gizi pedig heteken keresztül mínuszból hozza vissza a kapcsolatot nullára, akkor teljesen jogos döntése lesz Gizinek, hogy ebből a kapcsolatból továbbálljon. Most biztosan vannak néhányan, akik fölháborodnak a videót hallva, és azt mondják, hogy hogy lehet ilyen badarságot mondani, mert neki és neki, ha egyszer szövetséget kötöttek, kötelességük egymás mellett életük végéig kitartani, és már pedig felemelni egymást akármilyen hosszú időszakon túl is. Ilyen felháborodást csak akkor fogsz érezni, ha valójában pontosan tudod, hogy mennél egy ilyen kapcsolatból te is. De nem engedheted meg magadnak, hogy menj, mert kötnek a sémáid. Márpedig nézzük meg, mi történik, ha Gizi időn túl és erőn felül marad együtt egy olyan Bélával, akit minden nap többször kell fölhozni, és aki önmagáért nem tesz meg semmit. Béla ugyanúgy a pokla mélyén fog csücsülni minden egyes nap, és Gizi is el fogja veszíteni minden életerejét. Ha Giziben nincs semmi energia, akkor Bélának sem tud adni már semmit. Ezért Béla egyre kevesebbet fog tudni kapni Gizitől. Mind a ketten el fognak sorvadni, idézőjelben. És akkor ki az önző? Ha Gizi elmegy ebből a kapcsolatból, és azt mondja, hogy nem bírom tovább, elfogytam, hozok magamért egy döntést, és tovább indulok saját magam útján, akkor ő önmagáról döntött, van egy pozitív önzése. Élni akarja az életét úgy, hogy élvezi is azt. Ha viszont Béla elvárja, hogy Gizi maradjon vele, mindenféle jó szándék, a jó érzése ellenére is önmagát kicsinálva fáradtan, akkor Béla elképesztően önző és rossz önző. Ráadásul Béla ebben a pillanatban nem is méri föl azt sem, hogy hosszú távon ő sem tud boldog lenni egy olyan Gizi mellett, aki valójában már nem tud vele lenni. Érdemes tehát megfontolni, hogy meddig akarunk valakit megmenteni egy párkapcsolatban. És mielőtt sok kritikát kapna ez a videó, előtte szeretném elmondani, hogy azért csináltam ezt a videót, mert az elsődleges célom ezzel a videóval, hogy megértsük, hogyan lehet felhozni Bélát, hogyan lehet menteni a kapcsolatot, és jobbá tenni, és átvészelni egy nehéz időszakot. De mivel önismeretről van szó, és az önismeret őszinteséget takar önmagunkkal szemben, ezért nem tudtam elmenni a videó második fele mellett, hogy muszáj önmagunkkal tisztába kerülni a tekintetben, hogy meddig bírunk kiszolgálni egy mínuszos rendszert. Legyél magaddal őszinte, és ha ez sikerül, legyél a pároddal is őszinte. A kapcsolatotok addig fog tudni őszintén, harmonikusan és békésen működni, amíg mind a ketten, a két lábatokon, talpra állva, előre menve és építkezve akartok abban a kapcsolatban benne lenni. Hát legyetek benne így elfogadással, empátiával, együttérzéssel és türelemmel. Remélem, hogy ezzel a videóval is sikerült számodra új felismerést vagy új technikát átadnom. Próbáld ki azt, amit itt elmeséltem neked. Tarts velünk önismereti kurzusainkon, személyesen vagy élő online közvetítéssel. Mi sok szeretettel látunk Gáborral közösen téged.
Szeresd be otthonra önismereti könyveinket, és juss felismerésekre otthon kényelmesen magadról, vagy jelentkezz, csatlakozz itt a YouTube-on az exkluzív haladó önismereti csatornánkhoz, és ott mélyebb, hosszabb önismereti tartalmakkal, videókkal ismerkedhetsz meg, leginkább önmagaddal. Itt a videóm alatt találod a kék keretes fehér gombot csatlakozás felirata. Csak akkor fogod tudni látni a csatlakozás gombot, és csak akkor fogod tudni élvezni a csatorna hasznait, ha be vagy jelentkezve a YouTube fiókodba. Jelentkezz be, és csatlakozz hozzánk. Most pedig köszönöm a figyelmedet, kívánok sok sikert, jó egészséget, jó sok pénzt, szeretetet, szerelmet, boldog párkapcsolatot, és mindent, amit magadnak kívánnál még.